Azokat a magyar filmeket szeretem, amelyek olyan történelmi korokat mesélnek el, amelyekben én még nem éltem, de sokkal többet szeretnék róla tudni, mint amennyit a történelemkönyvek és a könyvek úgy általában elmesélnek. Látni akarom azokat a karaktereket, érezni és érteni, hogy ők hogyan éltek, mit éreztek és miért cselekedtek úgy, ahogyan cselekedtek. És éppen ezért a választásom a Legény a című mozira esett, amelyet 1989-ben mutattak be ugyan, és egy olyan korról mesél, amelyben én még nem éltem. Garas Dezső rendezése szerintem egy zseniális politikai szatíra, egy egészen elképesztő alapötletből született, hogy egy férfi egy nagyon kicsi magyar faluban terhes lesz, és ebből festi meg azt a kort, amely a rendszerváltás előtti évekről mesél. Szerintem feltétlenül meg kell nézzetek ezt a filmet, nekem nagyon nagy kedvencem évek óta. Sziasztok!